Na, Béla bácsi, mit akartál annyira fontosat mondani nekem? Mondd el nekem, mit szerettél volna mondani. Súg bele a fülembe. Szia Black, szavasz. Szavasz. De mit akartál mondani annyira itt az éjszaka kellős közepén, ami ennyire jelentőségű lenne? Furcsa dolgok történnek az elhagyatott háznál. Érdekesen hangzik. Érdekes. Sok ember eltűnt. Sok ember eltűnt. De vajon hogy tűnhettek el azok az emberek? Igen. Vajon hogy tűnhettek el? És merre van ez az elhagyatott ház? Fú, kezd nagyon érdekelni, srácok. Furcsa fekete alakot láttak. Milyen fekete alakot? A folyó mentén. Érdekes. Oké. Figyelj Béla bácsi. Adok neked egy testvért. És elmegyek a folyóhoz, és megnézem azt a bizonyos fekete alakot. Mik ezek a potionok? What? Rendben. Úgyhogy srácok, lányok, szerintem ez lesz a videóban, és megnézzük, hogy milyen fekete alak lehetett ott. Szerintem Entity. Írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek ki lehetett az a fekete alak, aki a rejtélyes háznál embereket ölt meg. Úgyhogy szerintem, srácok, lányok, bánjunk is bele, és kezdjük is a videót. Na, hát sziasztok, srácok, lányok, Black vagyok, itt vagyok egy következő videóban, és ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint felkutassuk ezt a rejtett bizonyos fekete figurát, és az eső is ránk esik, nagyszerű. Ezt a rejtett figurát, hát ennél hátborzorgatóbb nem is lehetett volna tulajdonképpen. Keresünk még elsősorban ezt a rejtélyes házat, ahol eltűntek az emberek. Kíváncsian várom komment szekcióba, hogy szerintetek ki lehetett ez a fekete figura, aki elrabolta az embereket, vagy megölte, vagy tudjam is én mit csinált velük. Oké, elsősorban akkor keressük meg a házikót, a vityillót. Hát... Érdekes ez a hely, mit nem mondjak, érdekes. Csak nem látom itt, hogy merre lenne a folyó mentént mondottam úgy, de... Hát itt nem látok... Azaz a ház! Azaz a ház, skacok, nézzétek, tele van pókhálóval. Közelebb megyek egy kicsit hozzá, megnézem közelebbről. Csak nehogy ott legyen! Nagyon félek, skacok, nehogy ott legyen az a fekete figura. Várjátok, közelebb megyünk egy kicsit. Atya úristen! Hát ez egy ősrégi ház, ez lehet, hogy 1000 éves. Be is van falazva deszkával, meg mit tudom én mivel. Oké, hát benézzünk a házba, hát, hogyha... Aj, be van falazva, várjátok. A deszkát ki kell ütni. Ó, van itt valaki? Aha. Ahogy látom, ezek ilyen nyaralási képek a kutyáról, meg mit tudom én. Aha. Mi ez az ajtó? Mi volt ez az ajtónyitódás? Az sok van maradjon, jó? Mi a fene? Itt egy tévé. Pont. Csörög a telefon. Igen, halló? Szia, Black! Ó, szia, Dani! Mi a helyzet van? Mizu, Dani vagyok. Tudom, hallom, nyilván. Miért hívogat itt Dani engem? Elég érdekes. Hogy tetszik a temetőd? Milyen temetőm? Miről beszélsz? Megyek oda. Ne fuss. Hát ez... Biztos nem Dani vagy. Valaki beívott valamit. A ház mögött, skacok. Kinézek az ablakon hát, hogyha látunk valamit. Hát nem nagyon látok senkit. Hát egy pókot látok, aki kint van. Megint villámlott. Nagyon paras, skacok. Leülök egy kicsit erre a székre. Kicsit bagosan néztünk ki az előbb. Na jó, kinézek. Van itt kint valaki? Ahó! Nincs itt senki. Ne más, kacok, nagyon fél. Az mi? Az mi? Az mi? Az mi? Az mi?
Ti is láttátok? Ti is láttátok ott az előbb az ablakoknál? Várjátok, kinézek. Most eszik valamit. Hol van? Most az előbb még itt volt? Jaj! Írjátok le a komment szekcióba, hogy ti is féltek a villámoktól. Jézusom! Nagyon ijesztő. Nagyon-nagyon ijesztő. A hátad mögött. Ha, ha, úristen! Úristen! Ez mi? Mi az a vigyorízé? Ha, nagyon ijesztően néz ki. Ne! Geronimos kacok! Futás! Én vagyok a halálod! Jó, együnk be gyorsan egy aranyalmát. Jó, fussunk innen, amilyen gyorsan csak tudunk. Remélem nem követ bennünket. Atya világ, itt csak meg tudunk bújni, itt egy barlang. Itt megbújunk a barlang mellett. Nagyon ijesztően néz ki. Láttátok, milyen vigyora van? Mi a fene lehetett ez? Mi a fene? Mire várunk? Mi az, hogy mire? Ne! Együttésből megölt engem. Azt. Az szép. És most lávába idéződünk. Mi a fene ez? Mint hogyha valami pokoli, nem tudom hova idézett volna bennünket. Beidézett bennünket a lávábaska. Mi a fene folyik itt? Úristen. Most meg visszakerültem és bele vagyok ide bakolva. Mi a fene volt ott? Ilyen láva folyók voltak. Lehet, hogy az volt a pokol. Meghaltunk is a pokol. Most pedig visszajöttünk. Ja, hát volt nálam életmentős totem. De hova tűnt a kardom? Jaj, megint ott van. Menj innen. Hogy tetszett a pokol? Nagyon tetszett, rendkívül tetszett. Csak most létszi. Haj, nem lehet megsebezni. Nagyon ijesztően néz ki. Láttátok a fogait? Mi ez a vigyó? Mint valami macska úgy néz ki. Oké. Futás. Menjünk feljebb. Ez eddig a legparább karakter, amit láttam, komolyan mondom, skacok. Hát ennyire még nem féltem semmelyiktől sem. Oké, felveszük a páncélt is. Mivel elvesztettük a kardunkat, így csak a íjunkra támaszkodhatunk. Lenézek innen a hegyről, hát hogyha itt van valamerre. Remélem nem lesz itt. Ott a ház. Ott megy! Hol van? Itt van mögöttem. Ne! Meg tudtam lőni! Elbújok ebbe a barlangba, gyorsan bemegyek. Jézusom. Fussunk, srácok. Dobjatok egy óriási nagy lájkot, hogyha nem akarjátok elkapni ez a micsoda. Hogy elkapjon ez a micsoda. Ó, ez milyen érc, ez tök jól néz ki. Oké, menjünk. Csak a sötét barlangban nem kap el bennünket a fekete izé. Nem látok. Nem lát. Valami macska izének nézett. Engedj ki. Honnan engedjelek ki? Miről beszél? Hol vagyok? Ez kezd egyre ijesztőbb lenni. Skacok. Komolyan mondom. Eszem megáll ettől az izétől. Nem tudom, hogy mit évő legyek, komolyan. Merre vagy? Csak hallom, hogy beszél, várjál, kinézek innen. Nem tudom, merre van. A barlangba. Nagyon jó. Nagyon király. Pont van egy blokkunk. Hú. Gyorsan így. Láttátok, csak hogy átteleportálódott rajta. Vagy mögötted? Elárulnád, hogy neked mi a neved? Vagy te mi vagy és miért üldözöl engem? Megint a kaszájával. Kártunk. Szóval ő egy macska. Hát akkor mi az, hogy nem látsz jól? Hát akkor tökéletesen kéne lássála. Kártunket, igen. Tökéletesen kéne lássála. Sötétbe. Szóval akkor átvert minket. Egész biztos, hogy sötétbe látó. Na jó, most kacok, szerintem elbújok, szerintem a következő videóig, vagy nem tudom, mit csináljak. Én szépen most elbújok a következő videóig, ezt szerintem itt fogjuk folytatni. Ez egész biztos. Mert én most nem tudok megküzdeni vele, főleg, hogy megölt, és a hardomat is odavesztettem. Szóval elbújok előle. Elbújok előle. Mondjuk ide. Oké. Hát majd még betömöm magam, úgyhogy srácok, lányok.
hogyha szeretnétek, hogy folytassam, és legyőzzem kártunketet, úgy néz ki, hogy így hívják, nem tudom, hogy milyen képességei vannak. Hogyha tudnátok nekem segíteni, akkor a komment szekcióban írjátok le, hogy milyen képességei vannak kártunketnek szerintetek, és hogy tudnánk őt legyőzni. Szóval ennyi körülbelül, úgyhogy srácok, lányok, hogyha szeretnétek folytatást, akkor lájkot dobjatok, és iratkozzatok fel a csatornára. És hogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velem. Én Black voltam, legyen szép napotok, sziasztok!